Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. Eszlüsszé Stúdió Kft. Szexárd. www.eszlüsszéstúdió.hu. A piros jelzés ellenére hajtott a sínekre. Életveszélyes állapotban van a hidasi sofőr, aki vonattal ütközött. Drogfogás, letöltendő börtönt kér a szexárdi dílerre az ügyész. Ingyen wifi, Kurdon és Bátaszéken is nagy teljesítményű internethálózat épül. Megyei értéknap, Tolnai Kum lett a Simontornyai Vár és a Tolnai Kékfestő műhely. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Vonat és autó ütközött Szikón csütörtök este. A baleset azért következett be, mert a sofőr a piros jelzés ellenére hajtott a sínekre, és összeütközött a menetrend szerint közlekedő vonattal. Az ütközés következtében a fénysorompó kitörött a helyéről, a jármű pedig a sínek melletti árokba zuhant. Az autóban egy hídasi házaspár utazott, egyikük beszorult az autóba, őt a tűzoltók szabadították ki. Az autót vezető hídasi nőt életveszélyes, férjét súlyos állapotban szállították kórházba. Műszaki mentéshez a szexárdi és bonyhádi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a személyautó egyik sérültjét feszítővágó segítségével szabadították ki a roncsból, majd átadták a mentősöknek. Bár az előző baleset súlyos volt, az Országos Rendőrfőkapitányság adatai szerint ezekből és a halálos balesetekből jóval kevesebb történt idén, mint tavaly ilyenkor országszerte. Az év első felében 51-jel kevesebb halálos baleset történt, mint az előző év azonos időszakában. Az utóbbi 30 év adatai szerint 2013-ban volt a legkevesebb halálos baleset, de a 2019-es év eddigi adatai szerint 7-tel kevesebb ember halt meg közlekedési balesetben, mint 2013 azonos időszakában. Tavaly egyébként egész évben 629 ember vesztette életét az utakon országszerte. A hatóság azt is közölte, hogy a halálos balesetek elsődleges oka az idén is a gyorshajtás volt. A közlekedési balesetekben meghalt sofőrök 30%-a és az utasok 50%-a nem használt biztonsági övet, fűzte hozzá. Általában a 3 nyári hónapban történik az éves balesetek harmada. A rendőrség szerint ez leginkább azzal magyarázható, hogy a melegben eltompulnak a reflexek és csökken a reakcióidő. Az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője ezért azt ajánlotta, hogy a közlekedők tartsanak a szokásosnál nagyobb követési távolságot. Letöltendő börtönbüntetést kért az ügyész egy szexárdi drogdíler ellen azután, hogy első fokon felfüggesztett ítéletet kapott. A drogkereskedő többféle kábítószert is árult, és ő maga is súlyos drogfüggő volt. Patika mérleg, rajta pedig alufóliába csomagolt drog. A rendőrök foglalták le ezeket a tárgyakat a szexárdon elfogott drogdílertől. A képeket is ők készítették. Látszik, hogy többféle kábítószert is árult a férfi, fehér por és zöld növényi törmelék is van a fotókon. A dílernek a rendőrök több ügyfelét is hamar elfogták, sokuknál drogot is találtak, voltak, akik szintén kereskedtek vele. Az ügynek végül 4 vádlottja lett. Az első rendű vádlottat 2 év börtönbüntetésre ítélte, végrehajtását 5 évi próbaidőre felfüggesztve, és pénzbüntetéssel is sújtotta a vádlottat. A negyedrendű vádlottat szintén kábítószerkereskedelemben mondta ki bűnösnek, 1 év fogházbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 évi próbaidőre függesztette fel. Börtönbe tehát egyik vádlottnak sem kellett volna mennie az első fokú ítélet alapján. Ám az ügyész fellebbezett, szerinte mindannyian sokkal súlyosabb büntetést érdemelnek. Az első rendű vádlott vonatkozásában végrehajtandó szabadságvesztést indítványozott, a többi vádlott büntetésének pedig súlyosítását kérte. Az ügyben másodfokú jogerős ítélet legkorábban kora ősszel születhet. Mintegy 500 hektári termőterületen nagyjából 20 ezer tonna magyar sárgadinnye betakarítása várható a napokban induló szedési időszakban, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A sárgadinnyék termőterületeinek harmada Bács-Kiskun, további harmad része pedig Békés és Csongrád megyékben található. A termőterület tizedével rendelkezik Tolna és Veszprém megye. A 4800 hektáros görögdinnye termőterületről 200 ezer tonna termést várnak a szakemberek. Július
elején jelenhet meg a piacon a magyar görögdinnye. A tavalyi időjárási és piaci viszontagságok miatt tavaly az átlagosnál kevesebb 160 ezer tonna görögdinnye termett Magyarországon. Ennek eredményeképp átrendeződött a 4800 hektáron folyó hazai termelés, a békési termőterület nagysága csökkent, a szabolcsi termőtáj pedig jelentősen nőtt. A baranyai, a tolnai és a jászsághevesi termőterület nagysága érdemben nem változott. Nőttek a bérek áprilisban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a bruttó átlagkereset 371.100 forint volt, ami 9%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset, vagyis amit az ember ténylegesen megkap, pedig a kedvezmények nélkül 246.800 forint volt, de ha a kedvezményeket is figyelembe vesszük, akkor 254.300 forintra nőtt áprilisban. Ez 9,1%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest, de nem csak áprilisban nőttek a fizetések, hanem az év első 4 hónapjában is. A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyformán 10,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Szeptemberre Kurdon és Bátaszéken is szabadon lehet majd internetezni a települések számos pontján. Egy 15 ezer eurós Európai Uniós pályázat eredményeként nyerték el az önkormányzatok a lehetőséget a hálózat kiépítésére. Egy kis település fejlődéséhez szükség van minden forrásra. Így sikerült rálelni a világhálón arra a pályázatra, amely megteremtette számukra a beruházás finanszírozásának lehetőségét, mondta Müller János kurd polgármestere. A kurdiak már tavaly is megpróbálták elnyerni a támogatást, akkor ez nem sikerült. Az Európai Bizottság tulajdonképpen minden Európában levő település számára nyitottá tette ezt a lehetőséget. Azt szeretnék elérni ezzel, hogy mind az uniós állampolgároknak és tehát az itt élő nyilván a közösségeknek elérhető legyen a nyílt internet. Kurdon a középületeket és a közterületeket látják majd el nyílt internet kapcsolattal. A Kaposmenti kis település mellett Bátaszék is elnyerte a 15 ezer eurós pályázatot. Bozsalik Robert polgármester azt mondta, számukra fontos volt, hogy minél több helyszínen lehessen hozzájutni az internet szolgáltatáshoz. Így az elkövetkező időszakban az orvosi rendelőink, az egészségházunk, a számvevőségi épületünk, a tájházunk, a sportcsarnokunk ellátása kell olyan eszközökkel, hogy ott ingyenesen lehessen majd a szolgáltatást igénybe venni, és emellett több közterületünkre is kiterjesztjük majd az ingyenes wifi szolgáltatást. A rendezvényekhez kapcsolódó terek, Piactér, Szentháromság tér, Hősök tere, a Babics játszótér, illetve a buszmegálló környéke, illetve még egy helyszín az Árpád utca, hiszen ott a Népcsoportok utcafesztiválját szoktuk megtartani. A kiépítés melletti egyéb költségeket a város költségvetéséből állni fogja, jelentette ki Bátaszék polgármestere. 3 éve működik sikeresen a Kaposmenti segítőkéz alapszolgáltató intézmény. A korábbi időszakokhoz hasonlóan az elmúlt fél évben is sikerült tartani a költségvetési kiadásokat, hangzott el a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás legutóbbi ülésén, ahol a polgármesterek abban is egyetértettek, hogy nagy szükség van erre az intézményre, mert a családsegítő és gyermekjóléti, illetve a házi segítségnyújtás szolgáltatásokat a társulásba tartozó önkormányzatok önállóan nem tudnák ellátni rentábilisan. A társulási ülésen döntöttek arról is, hogy ha szükséges, a katasztrófavédelem által finanszírozott szúnyogírtáson felül egy érítést biztosan tartanak majd a településeken. Ez lakásonként 85 forintba kerül. Az újabb permetezésekre biztosítva van a forrás, hangzott el az ülésen. A társulási tanácsára az elhatározásra jutott, hogy július 2. hetébe a saját költségvetésünk terhére mind a 15 településen megismételtetjük, mind a földi, mind a légi szúnyoggyérítést, annak reményében, hogy azt követően már olyan száraz időjárás lesz, hogy a szúnyogok nem tudnak olyan mértékben szaporodni, mint eddig tették.
A magyar közút tavaly országosan több mint 517 kilométernyi út teljes körű felújítását indította el a terület- és településfejlesztési operatív program keretein belül. A program egyik eleme a Tolnát-Bogyiszlóval összekötő út felújítása is. A projekt keretében 620 méteren újul meg az 51-16-os jelű út. A vállalat a felújítást az 1,1 milliárd forintból valósítja meg. A kivitelezők már birtokba vették a munkaterületet, és a tervek szerint 4 hónap alatt végeznek a munkálatokkal. A kivitelezés alatt a forgalom félpályán haladhat. A programon belül egyébként Tolna megyében több mint 30 kilométernyi út felújítása valósulhat majd meg Európai Uniós forrásból. Több fontos döntést hozott meg Tolna képviselőtestülete legutóbbi ülésén. Így például döntöttek arról, hogy hitelt vesznek fel az egyik uniós program megvalósításához, mert a kapott forrás nem fedezi a civilház és a játszótér teljes körű kialakítását. Határozat született arról is, hogy a Vosinszky Moróvoda intézmény vezetői pozícióját Németné Szűcs Mellitta tölti be, ráesett valamennyi bizottság, tanár, szülő választása. Így mostantól 5 éven keresztül ő irányítja majd 64 munkavállaló munkáját. Szűcs Mellitta kinevezésekor elmondta, arra törekszik majd, hogy a gyerekek biztonságban, jól és szeretve érezzék magukat, és a pedagógusokkal, szülőkkel megtalálja a hangot. A testületi ülésen elbúcsúztak a 43 évet Tolnán praktizáló Andróczy Ferenc házi orvostól, aki utánpótlásáról is gondoskodott. Juhász László kardiológus-nefrológus veszi át a 3-as számú házi orvosi körzetet Tolnán. A testület ezt is egyértelműen megszavazta. Ennél kényelmesebb helyzetben az önkormányzat ilyen szempontból már nagyon-nagyon régen volt, tehát nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ő megkereste az utódját. Ugye nem könnyű feladat ez, és egy orvos nem talál maga helyett utódot, az nem feltétlenül az ő feladat, azért ezt tudni kell, hogy óriási orvoshiány van, de Andróczy doktor mégis várt addig, hogy már kicsit az egészségi állapota ugyan megromlott, de mégis kivárta. 5. alkalommal ezúttal Szekszárdon rendezték meg Vára megye című Tolna megye értékeit felvonultató találkozót. A Tolna megyei értéktárbizottság döntése alapján Tolnai Kummá nyilvánították a Simontornyai várat és a Tolnai kékfestőműhelyt. Díszlövések jelezték az 5. Tolna megyei értéknap elérkeztét. A szervező Tolna megyei önkormányzat minden esztendőben azzal a céllal szervez találkozót a települési önkormányzatok számára, hogy megmutassák azokat a helyi értékeket, melyek identitásukat erősítik. Magyarország megyeinek sorrendjében Tolna a 3. helyen áll az összegyűjtött értékek versenyében. Amikor 5 évvel ezelőtt ugye fölmerült bennünk egy olyan folyamat elindításának a terve, hogy próbáljuk fölkutatni a megye értékeit, kulturális, társadalmi, művészeti és minden egyéb ilyen jellegű értékeit, akkor én egy kicsit szkeptikus voltam, azt gondoltam, hogy hát azért ez nehéz lesz, hogy fognak belállni, mit gondolnak X településen erről a dologról, hogy most itt a megye kiír egy ilyen tervezetet, és legnagyobb pozitív megdöbbenésemre és meglepetésemre óriási lelkesedéssel indult neki a települések zöme ennek a feladatnak, és most már bőven 60% fölött vagyunk, akik a megye települései közül részt vesznek ebbe a programsorozatba, mozgalomba, együttműködésbe, bárhogyan is nevezzük. Ez egy nagyon jó dolog. A kis települések után ezúttal Szekszárd volt a házigazda. Ácsazsó polgármester azt mondta, közel 600 vendég érkezett a rendezvényre, ami kiemelkedő az eddigiekhez képest. Megfelelő körülményeket tudtunk teremteni. Az, hogy a megyeszékhely befogadja ezt a rendezvényt, megmutatja magát, próbálja erősíteni azt, hogy mi megyeszékhely vagyunk és megyeközpont vagyunk, de a partnerekként és egyenrangú félként kezeljük a településeket, és egy-egy ilyen alkalom kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy ezt meg is mutassuk. Ezek között a települések között létezik egyfajta összetartozás, egyfajta kohéziós erő. Ez az értékek tulajdonképpen ezt kell, hogy erősítse, és én azt gondolom, hogy a mai napon, amikor Szekszárd mint vendégáltó fogadja ezeket a településeket, ezt az értéket szeretnénk erősíteni. Sajis Fene megyei értéktárbizottság elnöke úgy értékelte az értéktár mozgalom eredménye, hogy felszínre kerülnek olyan értékek, amikről a nagy többség nem is tudott. Van az identitásba, az ide tartozásba is jelentősége ennek, és óhatatlanul jelent a megyének egy marketinget kifelé.
A megyei értéktárbizottság döntése értelmében a mai naptól Tolnai Kun lett a Simon-Tarnyai vár és a Tolnai kék festő. Megyei értéktúrákat szerveztek egész héten a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai a Sárkosz településein. Az egy héten tartó programsorozat során a résztvevők teljesen ingyenesen tekinthették meg Alsónyék, Báta, Decs, Őcsény és Sárpilis kulturális épített és szellemi helyi értékeit. Kiemelt érték a Sárköz, és szeretnénk, hogyha minél többen megismernék, és ezzel tényleg egy remek alkalom teremtődött arra, hogy sokan bekapcsolódjanak és megismerjék ezt a gyöngyszemet. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Megújulnak Kaposvár belvárosának terei, tovább folytatódnak a fejlesztések a megyeszékhelyen. Kedvezményes bérleteket biztosít a város, mentősöknek, kisgyerekeseknek és gondozóknak segítenek így. Legózás, programozás, robotika, nyári tábor gyerekeknek. Nyár végére megújulnak Kaposvár belvárosának terei. A fejlesztésnek köszönhetően új parkolók is létesülnek a megyeszékhelyen, ahol a mintegy 1 milliárd forintos forrásból már felújították az önkormányzati tulajdonban lévő belvárosi üzleteket, mondta a belváros rehabilitációjának elemeit sorolva csütörtöki sajtótájékoztatóján Szita Károly polgármester. Javában zajlik a munka a Nagy Imre téren és a Csokonai utcában. A Németh István program keretében megvalósul a belvárosi terek rehabilitációja. A Takács Gyula könyvtár előtt 11 parkolót fogunk építeni, plusz egy akadálymentes parkolót. Ezen kívül a környezetét parkosítjuk, játszóeszközöket is fogunk telepíteni, kettőt. A szemben lévő oldalon az Agora melletti parkolóból egyet kialakítunk elektromos töltőállomásként. Az Agora bejárata előtt okospad létesül, ahol telefonok töltésére is lehetőség lesz. A belvárosban járó komfort érzetére a Nagy Imre téren és annak környékén is gondolnak a beruházásokkal. Többek között megújul a gyalogos zóna is, de egy csapadékvíz elvezető rendszert is beépítenek a területen. A belváros rehabilitációja 4 elemet tartalmaz, ennek egyike a parkok terek megújulása. A mintegy 1 milliárd forintos költségből már 17 belvárosi önkormányzati tulajdon lévő üzletet alakítottak át. Ilyen az egykori Csibi épülete, és ez az étterem is. Azoknál a társasházaknál, amelyek földszintjén felújította a város az üzleteket, felajánlotta a lakóknak, hogy a homlokzat felújítási költségekhez 50%-ban hozzájárul, mondta Szita Károly polgármester, aki kiemelte, a belváros rehabilitációjának negyedik elemeként 21 közterület figyelő kamera létesül. A közterület figyelő kamerák egyrészt biztonságunkat erősítik meg, másrészt lehetőséget biztosítan arra, hogy a lakossági panaszokat, lakossági bejelentéseket meg lehessen vizsgálni, és azért az illegális szemetelés esetében is hatékony segítségére van a kollégáinknak. A munkákkal a tervek szerint nyár végére végeznek Kaposvár belvárosában. Elismeri a mentősök egész éves munkáját a pécsi önkormányzat azzal, hogy kedvezményes bérletek vásárlására biztosít lehetőséget, mondja a város alpolgármestere. A képviselők döntése alapján kaphatnak 50%-os mérséklést júliustól. Más területen is olcsóbb lesz a helyi járatok igénybevétele, a már ismert kisgyermekesek kedvezménye mellett a betegápolókra is vonatkozik a kedvezmény. Helyi járatú autóbusz Pécsen, olcsóbb lesz a közösségi közlekedés a városban, kedvezményesen kaphatnak bérletet egyesek, például a mentősök. Erről is döntöttek a városházán a legutóbbi közgyűlésen, mondja Pécs alpolgármestere. Most lehetőségünk volt arra, hogy a költségvetés is jobb, jó állapotban van Pécset, hogy az ő munkájukat anyagilag is elismerjük. Egy 50%-nál nagyobb mértékű kedvezmény biztosítunk a helyi tömegközlekedés áraiból. Ez azt jelenti, hogy egy bruttó 4200 forintos kedvezményes bérletet fognak tudni váltani a jegypénztáraknál a jövőben a mentőszolgálat munkatársai a mentős igazolvány felmutatásával. Kedvezményt kapnak még más társadalmi csoportok is, erre szintén rábólintottak a képviselők. Kibővül a korábban kisgyermekesként ismert bérlet, kisgyermekes és szociális bérlet lesz az új neve, hiszen az azt igénybevevők köre új jogosulttal bővült, azon személyek is a jövőben igénybe vehetik, akik ápolnak, ápolási díjban részesülnek, és tartósan fogyatékos családtagot ápolnak.
Korábban erre csak azok voltak jogosultak, akik tartósan beteg kiskorú gyermeküket ápolták. A kedvezményes bérleteket júliustól válthatják meg az érintettek. A Kreátor Klub a nyári szünetben táborozási lehetőséggel várja az általános iskolásokat, de még a középiskolásokat is a Pécsi Kulturális Központban. Az egyszerű legózástól kezdve a programozáson át a robotikával is megismerkedhetnek a táborozók. A hetes turnus kétszer zajlik a nyár folyamán. Lego rajongók lepik el a Pécsi Kulturális Központ egyik termét. Legalább 40 féle legóval játszhatnak, építhetnek kreatív módon ezek az általános iskolások. A vasútisinek nem sokára komoly pályává állnak össze, és a megépített vonatszerelvények életre kelnek egy kis programozás által. Van olyan kisdiák is, aki már harmadik éve jár a Kreátor táborba, annyira tetszik neki az itt nyújtott szórakozási lehetőség. Hát itt a táborban ugye egy ilyen vonatos projektet csináltunk a barátainkkal, hogy a vonatokat irányítottuk a sínen, akkor azt felépítettük a sínt. Hát én a sínt építettem, nem volt nagyon benne nehéz, de kicsit kellett gondolkodni, hogy most hogyan csatlakozzanak össze, mert hogy nem mindegy, hogy hol ütközik össze a két vonat, hogyha egyszerre mennek. Itt van például a Batmobil, amelyet megépítés után mobiltelefonnal is lehet vezérelni. A Kreátor táborban nem csak építenek a szünidős gyerekek, hanem kipróbálhatják a robotikát, programozást is. Ez a tábor a barkácsolni, szerelni szerető, fantáziagazdag gyerekeknek való. Ezek a gyerekek azért igaz, hogy alsósok, minden percüket szinte a legózással töltik, tehát már komolyabb Lego játékokat is lehet ő nekik bemutatni. Ezek már elsősorban a mi programozhatóak. Vonatok, Batman autó, nagy autó, most jelen pillanat is egy ilyen Lego robotikával foglalkozó bemutatót láthatnak a gyerekek, és aktív részese is lesznek. A hétközben megépített Lego alkotásokkal a tábor utolsó napjaiban játszani is lehet. Az ötnapos turnus ebéddel együtt 15 000 forintba kerül. Legközelebb július 8-tól 12-ig lehet táborozni előzetes jelentkezéssel. 12. alkalommal rendeztek látványos műsorral egybekötött gálát Kaposváron a város szinkronúszói. A Csík Ferenc versenyúszodában megtartott eseményen azonban nem csak a Kapos Dinamikese versenyzői ugrottak medencébe, hanem az uszonyos úszók és a vízilabdások is. Telt ház előtt következtek egymás után a bemutatók a Csík Ferenc versenyuszodában. A szinkronúszók évente egyszer a szezon vége felé egy látványos gálán mutatják be szüleiknek, rokonaiknak és az érdeklődőknek az év során tanultakat. A gálára azonban mindig külön is készülnek. Igazából már évelején, olyan március közepén elkezdtük tervezgetni, hogy most akkor hogyan lesz. És hát igazából most ezt bemutatjuk, amit így mind megcsinálunk. A szinkronúszás rendkívül összetett sportág, hiszen nem elég csak jól úszni. Ritmikus gimnasztika, torna és rengeteg erőnléti edzés is fűszerezi az edzéseket. A kaposvári szinkronúszók a magyar tabellán jelenleg a 6. helyen állnak, amely Laski Vivien vezetőedző szerint igazán szép teljesítmény egy vidéki egyesülettől, de természetesen a jelenlegi eredménnyel nem lehet megelégedni. Szeretnénk mindig följebb kerülni. Vidékiként azért jóval nehezebb, mint Pestről, de igyekszünk, és dolgozunk, sokat dolgozunk. És azt gondolom, hogy az elmúlt években rengeteget fejlődtünk, mind a gyerekek technikailag, mint a kürők, mint pedig szakmailag, és a szakmai stáb is rengeteget fejlődött. Az idei szezonban még egy fontos verseny vár a kaposvári lányokra, ez pedig a Hungarian Open, ahol válogatott ellenfelekkel kell összemérni a tudásukat. A szerda esti gála győztesei azonban mindenképpen ők lettek, hiszen a nézők végig tapsolták a másfél órás előadást. A zárókürben pedig egy igazi különlegességként a medencébe ugrottak a vízilabdások és az uszonyos úszók is. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. A piros jelzés ellenére hajtott a sínekre, életveszélyes állapotban van a hidasi sofőr, aki vonattal ütközött. Drogfogás, letöltendő börtönt kér a szexádi dílerre az ügyész. Ingyen wifi,
Kurdon és Bátaszéken is nagy teljesítményű internethálózat épül. Megyei értéknap, Tolnai Kum lett a Simontornyai vár és a Tolnai kék festőműhely. Szombaton is túlnyomó részt napos, de kellemesebben meleg idő valószínű. Futózápor legfeljebb elvétve alakulhat ki. Vasárnap hétfőn ismét strandidő lesz, de este már kialakulhatnak záporok. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Viszontlátásra!